Az első olyan nap, amikor többen kimerészkednek a szabadba, hogyan védjük ilyenkor a bőrünket? Minden évben napirendre kerül ez a téma. Amit tudni kell, hogy részben a klímaváltozásnak köszönhetően, de egyre erősebbé vált az UV sugárzás, nem csak az UVA, amivel régebben sokat rígogattuk az embereket, de az UVB sugárzás is, és ezt az utóbbit azért emelném ki, mivel sokkal erősebb, sugárzás mélyebbre hatolóbb a bőrbe, és emiatt nagy szerepe van a bőr daganatok, illetve a bőr ártalmaknak a kialakulásában. Fényvédelmet azt a bőrtípusunkhoz, ne csak a nap erősségéhez szabjuk. Általában a legérzékenyebb bőr az a vöröshajúak, világos bőrűek, szeplősödésre hajlamosaknak a bőre, és a legkevésbé bántja a nap a barna hajú, barna szemű, barna bőrűeket, azokat, akik könnyen barnulnak, és ritkában fordul az elő, hogy megpiruljon a bőrük egy rövidebb ideig tartó napozás után is. És a fényvédő krémeknek is a széles garmadája közül, amiből választhatunk, a különböző bőrtípusokhoz is alkalmazkodnak, és hát természetesen a fény a napsütés erejéhez is. Általában a könnyebben barnulóknak, barnabőrűeknek nem feltétlenül szükséges a legmagasabb faktorszámú fényvédelem. Náluk egy 30-as faktorszámú fényvédő krém is megfelelő lehet. Azoknál viszont, akiknek érzékeny a bőre, vagy netalánten olyan bőrbetegségben szenvednek, mint például a festékhiány betegség, ott érdemes a magasabb faktorszámú fényvédő krémekre koncentrálni. Mi a helyzet a kisgyerekekkel? A kisgyerekek bőrét szinte a bőrtípusoktól függetlenül védeni kell. Az ő rendelkezésükre is nagyon kellemes, könnyen a bőrre vihető fényvédőkrémek vannak. Most már olyat is lehet kapni, ami hosszabb ideig vízálló, tehát a strandoláshoz kiváló, nem kell 5 percenként valahányszor kibefutkosnak a vízből bekenni őket, sőt van még olyan, amit homokozóba is nyugodtan magával vihet a kis delikvens. Mi van azokkal, akiknek sok anyajegyük van, azok hogyan védekezzenek? Mire kell figyelni? Hát mindenképpen arra kell figyelni, hogy kis fényvédőt használjanak. Tehát ha máshova nem, legalább az anyajegyeiket, azokat kenjék be magas faktorszámú fényvédőkrémmel, mert pont ők a leginkább veszélyeztetettek, ha az anyajegy megég, abból olyan következmény lehet, hogy esetleg egy rossz indulatú elfajulás, ugye egy nagy riadalmat keltő, és valóban rendkívül agresszíven is viselkedni tudom, melanoma alakulhat ki. Milyen elváltozásokra kell figyelni? Például, hogyha megváltozik a színe. Hogyha egységesen, egyneműen válik barnává, attól még nem kell megijednünk, hiszen teszi a dolgát. A pigmentsejtből felépülő anyajegy ilyenkor több pigmentet fog termelni, hogy védje magát, és emiatt egységesen sötétebbé válik a színe. De ha ez a sötétebbé válás, ez nem így történik, hanem sokszínűvé válik az anyajegy, világosabb, sötétebb, egészen sötét foltok, vagy fehér foltok, rózsaszín területek alakulnak ki benne. Az azt jelentheti, hogy az addigi anyajegyet felépítő sejtek viselkedése megváltozott. Tehát, hogy különféleképpen kezdenek el dolgozni a sejtek, és ilyenkor borzasztó nagy a kockázata annak, hogy ezek között esetleg a szervezet irányítás alól kiszabadult daganatos sejtek is vannak. De a változásnak lehet az is a jele, hogyha elkezd egy anyajegy növekedni. Tehát érdemes időnként, valaki tudja, vagy tisztában van, hogy melyik anyajegye az, ami festékes, és amire figyelni kell, időnként akár egy egyszerű milliméterre beosztású vonalzóval ellenőrizni a méreteit. Nem kell a ponttal, az túlzás, de mondjuk havonta egyszer, ezt érdemes megtenni, vagy két havonta, hogy észre lehessen venni azt, ha növekszik. Akkor sem kell megijeszteni, ijedni, hogyha mi változunk, tehát azért a praxisban volt arra is példa, amikor kedves páciensem hízott és megrémült, hogy az anyajegy is nagyobb lett, tehát ahogy a bőr nyúlik, azért az is változhat egy kicsit, és hát az ellenkezője is volt például, hogy egy kiadós fogyókúra után összementek az anyajegyek, tehát nem ezekre a változásokra gondolok. Ha elfajul egy anyajegy, az alakja is megváltozik. Ugye azt mondjuk, hogy a legbékésebb természetű anyajegyek azok, amelyek szabályos alakúak. Ugye a kör vagy az ovális forma az a legszabályosabb, de mindegyik anyajegy az lehet, amire szimmetria tengelyt tudunk húzni. Ha egy anyajegy aszimmetrikussá válik, szabálytalanná válik, ha úgy tűnik, mintha kis
nyúlványokat, vagy eresztene a környezete felé, vagy mint amikor a vízfestékbe egy vizes papírlapra egy csepp festéket adunk, és az úgy szétfolyik. Tehát ezek azok a jelek, amik arra utalhatnak, hogy itt valami történt, akkor feltétlenül bőrgyógyászhoz forduljanak a páciensek. Rendelkezésünkre áll, hála Isten, hogy valaki ezt kitalálta, egy egyszerű vizsgálómódszer, a dermatoszkóppal történő vizsgálat, ami már nem csak a szemünkre bízza teljesen, hanem a szem nekünk nagy segítséget nyújt abban, hogy pontosabban láthassuk, hogy egy anyajegynek milyen a szerkezete, az alakja, hogy kisebb eltéréseket is észrevegyünk, és pontosabb diagnózist állítassunk fel, persze. Vannak olyan anyajegyek, amelyek a felületükre kis szarú réteget képeznek. Ez az anyajegy sejtes anyajegyeknél, és a pigment sejtes anyajegyeknél is előfordulhat. Eleinte ez a szarú réteg kis apró szemcsékből áll, ilyen szarú szemcsékből áll, ami úgy néz, olyan képet adhat az anyajegy, mint az eper, amikor ott vannak rajta a magok. Most ezek a kis apró szarú szemcsék is, ha megáznak, jó kis melegvizes fürdőzés után, akkor le tudnak válni, és hát aztán utána újra oda termeli az anyajegy. Több éves folyamat eredményeként ez a szarú réteg, ez összefüggő kis kéregszerű bemunatot is alkothat az anyajegynek a felületén. Na most ezt a szarút, ugye említettem, hogy vízben, ha megázik, körülöttünk rengeteg termálvizes fürdő is van melegvizekkel, ahol lehet ott hosszú időt eltölteni, akkor le tud válni könnyedén, anélkül, hogy megsérülne alatta az anyajegy. De ugyanilyen procedúrát, ha valami a bőrünk által megszokott zsíros krémmel bekenjünk, ami a szarut felpuhítja, és utána rövidebb ideig áztatjuk, ugyanúgy elérhetjük. És akkor meglepetésre kiderül, hogy az addig sötét, szürke és feketénre változott anyajegynek egyszer csak előtűnik megint az alapja, és kiderül, hogy ez nem is olyan szürke és fekete, hanem egészen más színe van. De valóban ettől sokszor meg szoktak rémülni a páciensek, hogy megváltozott hirtelen az anyajegynek a felülete meg a színe. Visszatérve a napozásra, ilyenkor mindenki villámgyorsan akar barnulni. Mit tanácsol? Mire figyeljünk? Mire ne? Tehát ez a legrosszabb. Mindenben az arany középút a legmegfelelőbb, és a napozásnál pedig a fokozatosságnak az elve. Tehát amikor először éri a bőrünket a napfény, aktivizálódnak a pigment sejteink, elkezdik termelni a pigmentet, és sejtről sejtre adják ezt a bőr hámsejtjeig, amíg eljut ez a pigmentrög, amelyek aztán ezt raktározzák, és ebből lesz a szép barna színünk. Ez nem egy nap alatt, nem is néhány óra alatt következik be. Tehát tulajdonképpen a nyaraláskor az első nap napozással eltöltött időnek a barnasága az majd csak körülbelül 2 hét múlva fog észlelhetővé válni. Az első 24 órában maximum, ha ügyetlenek voltunk, és nem figyeltünk magunkra, akkor a napégés jeleit tapasztalhatjuk a bőrviszketéssel, vagy később, hogy fölhólyagzik a bőrünk, nem kevés fájdalmat okozva, vagy a nap allergiának a jeleit, amikor meg rendkívül viszkető kiütések jelentkezhetnek meg testszerte. Na, például pont a nap allergiának a kezelésénél ott ezt szoktuk tanácsolni, hogy akik ennyire érzékenyek a napra, azok szépen lassan, fokozatosan, akár már a téli hónapokban nagyon rövid, szóli időkkel próbálják egy kicsit hozzászoktatni a bőrüket, hogy mire a természetes napfény hozzájuthat, addigra már lehetőség szerint nem kelljen ilyen allergiás reakcióval számolni. És ha már megtörtént a baj, és oda sült a bőrünk, akkor van-e valami házi praktika, vagy bármi, amit tanácsolna, hogy mit csináljunk ilyenkor? Hát a házi praktikákat, ez a hogyan próbáljuk meg lángost csinálni a bőrünkből, tehát ugye régen ez volt, hogy akkor kenjünk rá hideg tejföldtől elkezdve, mindenféle, ami a háztartási cuccosban található, ezt nem ajánlanám. Azért a patikákban jelenleg is kaphatóak olyan napozás után használható szerek, több márka is a piacon van, ezek részben ilyen spray formátumúak, tehát hogy még könnyebben lehessen a napégéstől borzasztó érzékeny bőrre felvinni. Vannak olyanok, amelyek termálvizet tartalmaznak, de mindegyiknek a célja az, hogy enyhítse ezeket a tüneteket, amit a napégés okozott.
egy gond van, ha nem megfelelő a folyadékbevitel, a szervezet akkor is a szükséges folyadékot valahonnan elő akarja állítani, és nem a létfontosságú szervektől, az agytól, az izmoktól, a szívizomtól, vagy a veséktől fogja elvonni, hanem a bőrünktől. Tehát ha nem akarunk egy ilyen napozás után úgy kinézni, mint hogyha hirtelen 24 óra alatt 100 évet öregettünk volna, akkor rendkívül fontos a megfelelő folyadékpótlás. De mondhatom azt is, hogy a sópótlása is, amit ilyenkor elveszítünk, mert manapság azért eléggé előtérbe került az, hogy az emberek ne fogyasszanak sót, mert hogy az mennyire egészségtelen, és a vérnyomás betegeknek valóban, vagy a vesebetegeknek valóban nem megfelelő, de hát vannak olyan fizikai tevékenységek, amelyek kapcsán nem csak a folyadékot veszítjük, hanem a sót is, és ezt pótolni kell. Ajkán hova fordulhatnak, akinek problémája van bármi? Egyrészt a kórházban is működik hivatalos bőr- és nemi beteg szakrendelés, ahol a bőrbetegek a problémájukkal fordulhatnak, illetve a kolléganőmmel ketten magárendelést is biztosítunk a bőrbetegek számára. Ez pontosan hol van? Én az Ajka Móra Ferenc utca 28 szám alatti rendelőben dolgozik, Nagy Henriett a kolléganőm, ő pedig Ajka Béke utca